Kedves nézők, folytatjuk választási ciklust lezáró sorozatunkat itt a Fogadórában. Jó estét kívánok! Már a 7-es választókerületnél tartunk. A stúdió vendége a Jobbik önkormányzati képviselője, Horváth Gábor. Köszöntöm, képviselő úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, és én is köszöntöm a tévénézőket. Ebben a műsorban általában a helyi eseményekre fókuszálunk. Most azért egy kicsit beszéljünk már a hétvégéről, hiszen vasárnap európai parlamenti választások voltak, és nyilván ennek elképzelhető, hogy lesz majd Ceglédet is érintő vonatkozása. Gondolok itt arra, hogy ezek az eredmények, amik most születtek, ezek átírták-e az ellenzék elképzeléseit? Egyáltalán ön erre az eredményre számított-e? Lesz-e Cegléden ellenzéki összefogás? Hogyan méretteti meg magát majd össze? Indul-e egyénében egészen konkrétan, erre irányul a kérdésem. Tehát akkor első körben az EP választás? Így van, parancsoljon. Hát az EP választás tekintetében azt hiszem, hogy a szavazók 43%-a ment el szavazni, én ezt így tudom, és azt, hogyha ezt a 43%-ot vesszük alapul, abból pedig ugye fele-fele arányú lett a siker, az összellenzék és a Fidesz tekintetében, ami azt jelenti, hogy a 43%-ot vesszük alapul, akkor már mint 100%-nak, akkor mindösszesen az összavazók tekintetében egy negyedét sem ért el a Fidesz annak az eredménynek, amit el kellene érnie annak tekintetében, hogy választásokat nyerjen. Tehát ez egy abszolút negatív rekord most is a Fidesz részéről. Egyetlen egy dologon áll vagy bukik a Fidesz további kormányzásának lehetőség, az az, hogy lesz-e ellenzéki összefogás. Igyekszünk megteremteni annak a lehetőségét, hogy demokratikus és Európa párti és olyan ellenzéket kovácsoljunk össze, ami alkalmas ennek a kormánynak a leváltására, ennek a korrupt rendszernek a megdöntésére. Ha a számokat említette, akkor ezt viszont összehasonlíthatná az ellenzéki pártok szempontjából is, hogyha ugyanaz a Fidesz-szel vetítette, vagy hasonlította össze. Véleménye szerint per pillanat realitás-e Cegléden az ellenzéki összefogás? Lehetőség az adott, megvan. Én úgy gondolom, hogy ha belefér abba a határba, amit a Jobbik elképzel, akkor lesz természetesen. Beszéljünk a 7-es választókerületről. Beszéljünk a 7-es választókerületről. És akkor beszéljünk környezetvédelemről. Környezetvédelem, állatvédelem, személyszállítással kapcsolatos kérdések. Mi az, amivel elégedett, mi az, amivel nem? Hát ezek főként az ugye problémái voltak, ugye? A környezetvédelem és a személyszállítás tulajdonképpen egy is ugyanaz, hiszen az a célunk, hogy a külterületek környezetét és a külterületi részeket olyan állapotba hozzuk, hogy élhető körülmények legyenek, akár a környezet tekintetében, akár az emberek életének, életminőségének javításában. Ezt úgy tudtuk elérni, vagy úgy tudtuk elérni, hogy a szemétszállítást bevezettettük. Jó, magam is fölültem a teherautóra, többször mentünk végig. Azt hiszem 2 hónapon vagy 1,5 hónapon keresztül mentem a járattal. Jó, magam is nagyon nehéz volt feltérképezni, nagyon nehéz volt összeszedni. Most is vannak akadozások, de ha a szemétszállítást vesszük alapul, akkor azt kell látni, hogy az Ugyerból körülbelül 3-4-szer, 5-ször annyi olyan mennyiségű szemét megy ki a megfelelő helyre, mint régen a konténerbe volt. Tollaslabdacsarnok épült a választókerületben. Hát arra nagyon büszke vagyok, a tollaslabdacsarnokra, hiszen az nem kormányberuházás, nem TAO-s, nem a költségvetési pénzekből épült, hanem ez egy magánberuházás, és nagyon szép, és nagyon értékes, és nagyon tehát egy olyan sportlétesítmény, sportkomplexum, ami minden igényt kielégít, nem csak tollaslabda szempontjából, hanem sok minden más sportolási lehetőségre és rendezvényeket is biztosít. Befejeződött a csatornázás 3. üteme, erről most már lehet akkor múlt időben beszélni.
Hát bőségesen befejeződött, mert még a mandátumom kezdetének elején fogtunk ugye ezt hozzá. Sok botrány volt itt-ott, nagykörösen is lehetett hallani, hogy nem kaptak vissza ugye a csatornából a befizetett pénzekből. Hát itt Szegléden minden rendben volt. Voltak apróbb hibák, de úgy gondolom, hogy lassan teljesen lefedjük a város külső részeit is csatornázás szempontjából. A csatornázás után ugye igyekeztem az utakat megcsináltatni és olyan állapotba hozni, mert sok probléma volt például abból, hogy ráment a 40 tonnás teherautó a 3 tonnás útra, és nem csak a nyomvonal, a csatorna nyomvonalát törte össze, hanem az út szinte teljes szélességét. Hát ilyen esetekben keményen eljárva, utánuk szólva és megcsináltatva az utat, sikeresen elintéztük ezeket a dolgokat. Azóta természetesen történtek még javítások az előző ütemekből, például Tömörkény utcán csatorna süllyedéseket is ki tudtuk javítani. Szinte nem volt olyan utca, ahol ne történjen valami. A Posta utcán, Posta utca kivételével talán, ugye ott van még az Avar utca, amire aláírást is gyűjtöttünk, az most útalap elkészítésére vár. Hát ez polgármester úrtól függ majd, hogy mikor kezdjük, de folyamatosan tulajdonképpen odafigyelünk és odafigyelnek az utcákra, a lakók mindig szólnak, kérdezősködnek, keresnek, hogyha van valami probléma, azt természetesen közvetítem. Tehát az utcák javítását, kártyúzását említette, új vízelvezető árokrendszer kialakítása. Hát hozzátartozik, igen. Vagy új híd például. Igen, Leszczánszky dűlőnél is kaptunk egy új hidat. Leszczánszky dűlő a Koppány utca folytatásából megy egészen ki a Nulldüllőig. A Nulldüllő az pályázati forrásból most egy 600 méteres szakaszon mart aszfaltos réteget kapott vízelvezető árokrendszer kialakításával. Egy tökéletes beton darálékos útalappal, hát a pályázati forrásból eddig futotta, igyekszünk majd a Nulldüllőt átkötni a Mizsei úttal, legalábbis a terveim szerint ez benne van. Református óvoda előtti parkolás, ez megoldódott? Megoldott. A református óvoda előtti parkolás az elég régebben nagyobb probléma volt, hiszen nehezen tudtak parkolni, baleset veszélyes volt. Nem azt mondom, hogy most nem az, hiszen közvetlenül egy kereszteződésben van, de ez a kereszteződés annyira átláthatatlan volt, hogy ideje volt ugye tavaly ősszel valahogy rendbe tenni a belógó fákat, az útburkolatot javítani kellett, a vízelvezető rendszert ugye meg kellett oldani, ott mindig úszott a vízbe az a sarok. A Mocsár utca teljesen a G1-es csatornáig egy vadonatúj árokrendszert kapott, amit ugye beton kockákkal ki is béleltünk. A bekötések, a hozzávaló bekötések meg lettek újítva, voltak, akik önerőből újították föl a saját árkaikat, volt, ahol a Várvag munkatársai segítettek be. Terv az Aranymegyes szélen szalagkorlát, hogy szalagkorlátot kap ez a terület? Az Aranymegyes szélen a Posta utca sarkánál kapott egy felújított szalagkorlátot az út melletti részen. Az Aranymegyes szalagkorlátja tekintetében ugye hát sokszor beszéltünk már balesetekről, vagy hiányosságokról, olyan utca bútorokról, nem tudom, hogy jól mondom-e, vagy utca, tehát az utcák biztonságos eszközeinek ellátásáról, mint például ugye itt a G1-es csatorna melletti korlátrendszer is. Most ez a korlátrendszer, ez eléggé, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy elavult, hanem tönkrement, és helyenként, nem helyenként, mindenütt szinte hiányzik róla a lánc. Erről beszéltünk már régebben, ez egy 64 millió forintos beruházás lenne, igen magas költségekkel, ezért előtte most kaptunk, nem olyan rég nyertünk, itt 128 millió forintos pályázatot, amivel arról az egész részről, tehát az Aranymegyes Gergye részéről, ugye csapadék vizet ugye át tudjuk emelni, át tudjuk vezetni.
Viszmajor helyzet esetén nem lehetne takarítani ezt a csatornarendszert, ezért a lefedéséről nem is gondolkodtunk, viszont az elkerítése az tervben van, célban van, ez már 4 éve. Árajánlatok beszerzése megvolt, és megvárjuk, amíg elkészül a G1-esen az átemelő, aztán haladunk tovább. Képviselő úr, szűk 2 percünk van, mondom a témákat, és amire kíván reflektálni. Itt még van lehetőség, megújult játszótér a Posta utcában, közvilágítás kiépítése az ugyariskolán, óvoda bővítés, aztán gréderezés folyamatos, Őrkényi utat az szokta ön személy szerint emelgetni, és a közbiztonságról még nem is beszélt. Inkább ne is menjünk tovább, tehát haradjunk az Őrkényi útnál, mindenki látja, kedves tévénézők is tudják és látják azt, hogy mik azok, amik megújultak, nem kell külön eszmecserét folytatni. Az Őrkényi út tekintetében viszont ugye ez egy ígéret volt, választási ígéret. Én azt tudom mondani mindenkinek, hogy ha lesz egy váltás, az Őrkényi út elsődleges cél, hiszen az önkormányzat útja ez, nekünk kell erről gondoskodni. Ez már nem balesetveszélyes ez az útszakasz, hanem életveszélyes. Sajnos minden előterjesztésem és minden egyes erőlködésem hiába való volt. Az út közepét tudtuk rendben tartani. Nagyobb az az összeg, mint amire tulajdonképpen vártunk, de úgy gondolom, hogy az elmúlt 4 év alatt el lehetett volna kezdeni egy olyan út konstrukciós javítást, amiben szakaszosan lehetett volna az utat javítani. Minden évben rá lehet költeni egy bizonyos összeget, ezt az összeget látványosan és érezhetően és minőségben kellett volna odaadni, nem pedig ilyen kisebb kátyúzgatásokkal, tömködésekkel, mindenféle igénytelen javítgatásokkal kellett volna javítani, mert a pénzösszeggel, a rendelkezésre álló pénzösszeggel folyamatosan javítani az utat. Talán eljutottunk volna már odáig az elmúlt 4 év alatt, hogy az Őrkényi út legalább egyik szélét fel tudtuk volna újítani, erre nem volt sajnos, ebben nem volt sajnos partner a város, Fideszes városvezetés. Köszönöm szépen, hogy köszönöm szépen.